Üdvözlök benneteket! Nézzük meg akkor a mai ige hirdetést. Lépteidet Isten irányítja. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Zsoltárok 37 és 23. Illés rendeltetése az volt, hogy álljon elő a Karmel hegyén, kérjen tüzet az égből, és szabadítsa meg Izraelt a bálványimádásból. Ám csak lépésről lépésre jutott el odáig. Isten először a kerít patakhoz küldte, ami azt jelenti szövetségkötés. Lelki fejlődésed útján valamikor fel kell ismerned, hogy Isten szövetséget kötő, szövetséget hűségesen megtartó Isten. Ő csodálatos módon kiszállította a Jordánt, parancsára a fejsze úszott a vízen, és halak gyűltek az üres hálóba. Ezzel bizonyította, hogy ha ő megígér valamit, azt meg is tartja. Amikor Isten Illést a kerít patakhoz küldtem, azt mondta neki, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Első királyok 17 és 4. Ha Illés máshova ment volna, Isten nem gondoskodott volna szükségei betöltéséről. Miért? Mert a szövetség mindig két oldalú. Ha te megteszed a magad részét, Isten is megteszi a magáét. Ezután Isten Illést Sáréptába küldtem, ezt mondva. Megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Első királyok 17 és 9. Gondolj bele, Isten egy ragadozó madarat és egy nincstelen özvegyet használta arra, hogy enni adjon Illésnek. Szóval te se kérdőjelezd meg a módszereit. A Bibliában azt olvassuk, az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha valóban hiszel a Szentírásnak, akkor miért panaszkodsz, aggódsz, és próbálsz mindent egyedül megoldani ahelyett, hogy bíznál Istenben? Ez így van. A sarépta szó jelentése tűzpróba, vagy olvasztó tégely. Ha most tűzpróbán mégy át, örülj, mert Isten itt tisztítja jellemedet, kiégetve belőle a szennyeződést, hogy csak az arany maradjon meg. Miután átmentél kerítés sarepta próbáján, készen leszel a Karmel hegy áldásaira. Igen, jó volt ez is. Holnap jelentkezünk a következő ige hirdetéssel, előre tekintő gondolkodás lesz holnap, jó? Köszönjük, meghallgattatok, és akkor holnap jelentkezünk. Addig is minden jót, és hamarosan élőadás. Igen, jelentkezem élőadásba hamarosan. További szép napot, addig is sziasztok!